Jó estét kívánok! Ez a művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. Családi ágy címmel újabb kamaradarabot állít színpadra a Békés Csabai Jókai Színház. Ma esti vendégeink Bartus Gyula, Jászai Mari díjas színész, Fehér Tíme a művésznő és Csurulya Csongor a darab rendezője. Köszöntöm Önöket! Jó estét! Jó estét! Rendező úr, kedves Csongor, hogyan esett a választás erre a kamaradarabra? Találták vagy kapták a darabot? Hát összetett, én már nem is emlékszem az elejére, hogy ti szóltatok-e, vagy Seregi Zoltán igazgató szólt, én nem tudom, de a lényeg az, hogy igen, hát a színház választása volt a darab, ha jól tudom, és az volt külön kérése igazgatónak, hogy ők játsszák ketten. Ő érdekességet vélt felfedezni abban, hogy a darabbali házaspárt az életben is házaspár játsza, amivel gondolom később majd erre valamilyen szinten ki fogunk térni. Nekem meg kihívás volt a helyzet az is, hogy bár ugyan dolgoztunk mi már együtt színpadon, ilyen-olyan formákban, de hogy ebből egy olyan előadás jöjjön létre, reményeim szerint, ami egy picit túlmutat egy egyszerű előadás keretein. Igazság szerint én úgy fogalmaznék, hogy az életet vittük be a színpadra hat képben. Művész úr, ön egyébként ismerte ezt a darabot korábban? Nem ismertem a darabot. Az igazság körül most gondolkodtam, az volt, hogy azt hiszem először igazgató úr elküldte nekünk a darabot, hogy olvassuk el, hogy mit szólnánk hozzá, még akkor azt hiszem nem volt a pandémia alatt, és akkor mit szólnánk hozzá, hogy ezt mi megcsinálnánk ketten, és még akkor nem volt ez így eldöntve, hogy ki fogja rendezni, és utána gondolom Csongor felé is futott ez a dolog, hogy akkor a... Igen, a témát fölvállaltuk, és akkor szerintem a Csongor így került bele a képbe. De mindenképp úgy érzem, hogy először meg akart minket kérdezni, hiszen nem egy könnyű helyzet, hogy egy házas pár családtörténetet játszik a színpadon. Tehát tényleg amennyivel nagyszerű a feladat, annyival nehezebb is, mert azért találkozik az ember a jelenetekben olyan helyzetekkel, mondatokkal, olyan párbeszéddel, ami tényleg vagy elhangzott, vagy benne van az életünkbe valamilyen formába, és akkor ezekkel nagyon nehéz sokszor szembesülni. Téme, amikor először olvasta a darabot, először a kezébe került, akkor mit gondolt róla? Mi volt az első benyomás? Nekem tetszett, megmondom őszintén. Első olvasásra én úgy gondoltam, hogy kicsit tehát hogyha nagyon az élet szakhoz folyamodnék, tehát hogyha nagyon a való életet akarom alapul venni, vagy azzal akarom összehasonlítani, akkor úgy éreztem, hogy ez egy kicsit egy lebutított változata a valódi életnek, ahogy egy általában a legtöbb házasság valóban működik és zajlik. De aztán, ahogy elkezdtünk próbálni, és kezdtünk belemenni a helyzetekbe és a szituációkat boncolgatva, rá kellett jönnöm, hogy nem butább, vagy nem egyszerű, vagy nem könnyebb az az élet sem, ami meg van írva a valódi élethez képest, úgyhogy akkor is tetszett, amikor elolvastam, de nőtt a szememben a mű a próbák során. Rendező úr, nagy vonalakban mit lehet tudni az előadásról, miről szól ugye egy házas párról, de egy kicsit bővebben mégis mit mondhatunk el a nézőknek? Hát nyilván egy házas párról, de én azt gondolom, hogy a házasságról szól a darab. Tehát egy picit egyetemesebben igyekeztük fogalmazni, nyilván személyük által konkrétak lesznek a dolgok, de azt hiszem, és erről sokat beszéltünk a próba folyamat alatt, hogy akkor vagyunk jó helyen, hogyha a néző beül és azt mondja neki, ismerős ez a történet. Ez egy picit róla is szól, és azt gondolom, hogy nem járunk ebbe a dologba rossz helyen. Tehát, hogy ez egyszerűen felkavaró a dolog, és ugyanakkor megnyugtató, hiszen rádöbben az ember, miközben néz egy ilyen előadást, egy ilyen típusú előadást, hogy lám, ez
ez valami általános. Ugye az ember, nem egyedi történet, hanem tipikus. Az ember szeretné azt hinni, hogy az ő élete a legszarabb, bocsánat, elnézést a kifejezésért, itt az élet szóról elnézést. Tehát az ő élete a legrosszabb, az ember szeretné azt hinni, aztán meg kiderül, hogy nem, minden kapcsolatnak megvannak az árnyi és a fény oldalai. Én azt hiszem, hogy ami félelmem volt a próba folyamata lenni, ezt mondtam is, mindig megosztottam veletek, hogy nekünk sikerül. A hat kép hat problémás helyzetet villant fel, de nekünk azt hiszem sikerült feloldani ezt a dolgot, hogy ne a tüske maradjon, ne a rossz élmény maradjon a nézőnek a jelenetek kapcsán, és egy egész életet villantunk fel, tehát a házasságtól egészen a halálig próbáljunk egy ilyen, ha szabad ilyen hóbortosan fogalmazni, egy parabolát állítunk a házasságtól a halálig. Egy pár életéről. Ahogy már önök is említették, önök a színpadon is, és a való életben is házastársak. Milyen sajátosságokkal jár mindez? Most ezt tőlem kérdező, vagy a feleségemtől? Öntől kérdezem. Mert hogy én nem életem. De illetve egy... Még ehhez kapcsolódóan aztán mindjárt megpróbálom, lehet, hogy újra megkérdezem, hogy mi volt a kérdés, mert még valamit szerettem volna elmondani, hogy azért nagyszerű ez a darab, 10 évenkénti alámerülés, és mindig valamiféle jelentőség teljes pillanatról szól, mindegyik jelenet, 10 évenként van egy ilyen vízkeresztség, hogy eléggé olyan korban élünk, ahol nagyon rászoktatott minket az élet, vagy a társadalom, vagy önmagunkat szoktattuk rá, hogy hajlamosak vagyunk termelni a szemetet magunk körül. Tehát ugyanúgy, ahogy megvesszük a boltba a becsomagolt árut, már a kuka tele van karácsonykor, már nem fér bele semmi, mert annyi csomagoló papír és dobozok, meg nem tudom, mik mennek bele, akkor a játék másnap már elromlik, akkor a kukába kerül, lehet, hogyha nem vigyázz. De az életünkből bármi, egy lábas, egy fazék, egy tányértól kezdve, vagy egy fedő. Most nemrég vettem valamit, ami másnap elromlott, és ki kellett, hogy dobjam. Tehát olyan életet élünk, hogy rászoktattuk az embereket, önmagunkat arra, hogy eldobható minden, és így ilyen formán a kapcsolataink is. És ez igazából arról szól ez a darab, hogy kellene ezt megjavítani, hogy kellene megfoltozni, hogy lehet ezt megszerelni, hogy továbbra is működőképes legyen. Tehát ez a nagyszerű ebben a darabban, hogy itt két ember tulajdonképpen azt bizonyítja be, hogy a folytonos harc és küzdelembe és egymás helyre igazításában, vagy egy úton történő haladás közben rádöbbenünk arra, hogy igazából ez volna a megoldás mindenki számára, hogy nem kellene elválni két gyerek, öt gyerek mellett, meg nem tudom, 8 hónapos csecsemő mellett, hanem meg kellene azt a házasságot valahogy foltozni, megjavítani, és akkor az a nehéz, hogy együtt lenni, tehát elmenni, elválni könnyű, kiadni egymás útját, hogyha probléma van, de mi ezt javítgatjuk, foltozgatjuk. Valamilyen szinten ad a darab feloldozást, megoldást? Igen, és akkor itt csatolom vissza az előző kérdést, hogy mi is valahogy az életben ugyanúgy küzdünk egymással, az élettel, a helyzetekkel, gyerekneveléstől kezdve minden benne van a darabban, de valahol mindig az a vége mindenféle beszélgetésnek, mindenféle problematikának, hogy mi azon vagyunk, hogy együtt tudjunk maradni. Tehát az előző kérdésre így tudnék válaszolni, hogy köszön vissza a darabban lévő történés, mondani való a mi saját életünkre. Igen, azon vagyunk mi már nem tudom, 23 éve. Egyébként ön szerint ez a felállás megkönnyíti, vagy inkább megnehezíti a színpadon való játékot? Abból a szempontból megnehezíti, hogy óhatatlanul az ember találkozik ugye a próbákon a saját életével, amit lehet, hogy úgy gondol, tehát amit úgy gondol esetleg, hogy már megküzdött egyszer, és aztán lehet, hogy ott rá kell döbbenni, lehet, hogy még mindig nem, vagy újra meg kell, szóval ez azért úgy a lelket azért tudja tiporni. De ezt terápiaként is fel lehet fogni egyébként, tehát ilyen szempontból nehezíti, abból a szempontból könnyebb lenne, hogyha nem mi játszanánk, hogy akkor ezeket a pillanatokat nem kéne úgy megélni, hogy sajátként, nem lenne ennyire éles, nem lenne ennyire közvetlenül nem érintene meg talán, de mégis azt mondom, hogy
ez előnyére fog válni szerintem ennek az előadásnak, mert pont beszéltük is otthon, hogy bizonyos pillanatok, ha más kollégával játszanánk, vagy ő játszaná valaki mással, vagy én valaki mással, nem jönnének ilyen élesen, vagy nem születnének meg nagyon fontos pillanatok, hogyha nem mi ketten játszanánk ezt az előadást. Akkor ez hozzá is ad a darabhoz. Mindenképpen, igen. Egyébként ez egy két szereplős előadás. Ön gyakran rendez ilyen kevés szereplővel darabokat? Igen, én szeretem a stúdió előadásokat, mert egyrészt a tér miatt, másrészt a dolgoknak a hangvétele miatt nagyon intim és őszinte dolgok tudnak elmenni. Nem annyira a formára kell összpontosítani, mint sem az igaz megélt valós pillanatokra, és én nagyon szeretem, hogyha a színpadon az igazság jelen van. Nagyon szeretem, hogyha egy elmondott szó, egy kimondott szó, egy hang, egy gesztus a helyére kerül, mert visszatérve egy Gyulának a mondandójára, hogy ez a fogyasztói társadalom, ez nem csak, hogy szemetet termel, nem csak, hogy mindent fölöslegessé tesz, mindent eldobhatóvá tesz, lásd érzelmek, kapcsolatok, de kiüríti az életet. Az életek ürül ki egyre kevesebben, egyre kevesebb szavunk van. A mai generáció véleményem szerint egyre kevesebb szót használ, mint ahogy használtak eddig. Egyre kevesebb gesztus van jelen. Tűnik el a kapcsolatokból a simogatás, tűnik el a lélek az egészből, személy üresedik ki az egész világ, és én nagy híve vagyok ennek a féle létezésnek, és én ezért szeretem nagyon a stúdióelőadásokat. Életemben igen, sok kis szereplős és sok stúdióelőadást rendeztem, azt hiszem. És már mi dolgoztunk egy kétszemélyes darabban, már amit nem a Timivel csináltam, egy másik kolléganővel pár évvel ezelőtt, nem tudom, két éve volt két ez? Éve. Két éve. Az is egy kétszemélyes családtörténet volt, az is tulajdonképpen. Igen. Azt is Csongi rendezte, úgyhogy... Mennyiben igényel más felkészülést egy ilyen kevés szereplős előadás? Hát sokkal több szöveg jut például egy ember talán. Tehát, hogy ez az előadás, ez egy egyrészes előadás, tehát egy részben játsszuk. Konkrétan a példányunk az 45 oldal, ami azt jelenti, hogy ezt a 45 oldalt, ezt ketten mondjuk el. Tehát egy pillanatra sem megy ki egyikünk sem a színpadról, tehát végig bent vagyunk mind a ketten. Hogyha ezt 12-en játszanánk, akkor nyilván megoszlanának ezek a fajta terhek. Nyilván ott is van főszereplő, aki többet kell, hogy tanuljon, vagy többet van jelen, de mégis azért jobban eloszlik a teher. Időben mennyi felkészülést igényel? Hát ugyanannyit, mint amennyit, tehát az a 4-5 hét, amit minden darab kapni szokott, tehát nekünk is annyi van. Nincs itt kiváltságos helyzet. Igen, hát nem csak az, hogy a szöveg, mert ott persze fontos, de hogy egyszerűen az a koncentrált jelenlét, hát igen. És mindig van egy szem, amelyiken, ha nem is mondja, de látják, hogy szemrehányó, hogyha nem koncentrált, és nyilván a dolgot kondícióba tartani, borzasztóan. Csak gondoljunk bele abba, hogy nem akarom én tehát egy box meccsbe egy rész 3 percet tart, és meghalnak a boxolók, úgy elfáradnak, itt meg másfél órát ülnek benne a színpadon egyfolytában, nem lehet lazítani egy cset, nincs hely lazítani, nincs idő, nem engedi meg a darab szerkezete, nem érném meg semmi egyfolytában, tehát az másfél óra koncentráció az iszonyú, aki tudja, ez mit jelent, az értékeli. Igen. Szó volt arról, hogy a történet az egy egész életet felölel. Hát a házasságtól egészen a halálig. Igen. Egy kapcsolatnak tulajdonképpen az egész életét. Igen. Hát ez több évtized. Hogyan tudják érzékeltetni a színpadon az időnek a múlását? Hát többféle dolog van, itt nyilván a változásokban, de nem akarom elmesélni a történetet, jöjjenek el a nézők majd, és nézzék meg. A változásokban tudunk, hogy mondjam, nekem van egy fixa ideám az életről és a jelenlévőségről. Azt gondolom, hogy nem nagyon van értelme
értelme az életnek a jelenlét nélkül. Tehát, hogy arra appelláljak, hogy majd mi fog utána jönni, azt nem tudom. Tehát én addig vagyok, amíg addig emlékeznek rám, amíg élek. Utána pillanatokon belül a történelmi időben, távlatban nézve pillanatok belül eltűnök. Ezért mi képekkel próbáljuk ezt az idő múlását, ahogy az emlékeink, a dolgaink megjelennek, képekkel próbáljuk ezt érzékeltetni, és nyilván a végén próbáljuk ezt felszámolni is, hogy azért fogalmazok ilyen ködösen, hogy ne lőjem le az előadásba reményeink szerint képi poént. Természetesen maga ez a hat jelenet, ez nagyon célirányosan, vagy praktikusan, nem is tudom milyen szót használjuk, rossz magyarsággal van megírva. Tehát a tíz évenkénti kiragadott, fontosnak tartott momentumok, jelenetek, azok mindig valami feltételezik, tehát bele van írva az időmúlás, bele van írva, hogy a gyerek megszületik, bele van írva, hogy felnő, hogy el kell tőle köszönni, mert elvették feleségül. A karakterek fejlődnek. És akkor utána végén magára marad, kiürül egy kapcsolat, és a végén, igen, a 80 valahány éves, hát ezzel nem árulom el a titkát, a szenilitás azért benne van a darabban. Tehát jól megírt párbeszéd, jól megírt hat jelenet van, ami önmagában is mutatja ezt az időmúlást. Tehát technikailag is hozzá van valóban téve ez, hogy koronkénti zeneváltás, meg nem tudom micsoda, de mögötte a párbeszéd is nagyon sok mindent megenged a nézőnek és nekünk is, hogy játszhatunk azzal, hogy eltelt igen megint 10 év. Szó volt arról, hogy rendező úr és művész úr már dolgoztak együtt ilyen kis kevés szereplős darabban, viszont házaspárként, akár rendező és színésznő kapcsolatban, akár színésznő kapcsolatban dolgoztak-e már korábban? Mennyire gyakran jellemző ez? Rendezett is már ő engem. Amikor én voltam a férjem. Igen, amikor a Csongi volt a férjem. Volt ez minden édes hármasban. Minden variáció meg volt már. Tehát, hogy igazából ez természetes. Tehát, hogy ebben semmi különleges dolog nincsen. Hát ez is egy szakma. Igen. Elsősorban ez egy szakma. Aztán nyilván ember azt végzi el, amit kirónak rá, vagy a sors kiró rá feladatot. Persze. Többször visszatért az a szó, hogy kiüresedés, üresség. Most talán a pandémia kapcsán ez még inkább aktuális lehet ez a darab? Ugye, ahogy bezárkózunk, például, hogy a színház is most zárva tart a közönség előtt, tehát nem jöhet egy ilyen bezárkózás a közönség részéről? Szerintem egyetemesebb ez a történet, mint egy ilyen pandémia. Ez a pandémia valamikor kezdődött, valamikor vége lesz. Ilyen pandémiák voltak és még lesztek. Valamikor vége lesz biztos. Lesz majd biztos ettől keményebb. És akkor lesz ettől, más, igen. Itt ez egy egyetemesebb történet. Az emberről szól, az emberi gondolkodásról, az emberi önzőségről, az emberi szeressük egymást. Az emberről szól. A pandémiától szenved az ember, de nem az emberről szól a pandémia. Tehát, hogy nem is tartottuk tisztünknek. Egyrészt, másrészt azt hiszem, hogy ha a pandémiáról kéne darabot csinálni, akkor nem ez a szövege az, amivel pont kezdeni kéne. A történet egy hálószobában játszódik, ami ugye egy családi házban a legintimebb tér. Mégis mik azok a problémák, amiket leginkább boncolgat? Mennyire mélyen enged betekintést a darab egy családi életbe? A legfontosabb állomásokat boncolgatja. Az, amikor az esküvő napján, amikor nász éjszaka, aztán amikor a gyerek születés, az első gyerek születése, konkrétan az, amikor születik a gyerek. Szakmai siker. Hát igen, a könyvben mutató. Tehát még egy kezdő író a darab elején, és aztán a darab végére kiderül, hogy azért egy nagy pályát befutott író lesz a házasság története alatt, azzal párhuzamosan. Tehát a gyerek születése, aztán az első válsága a kapcsolatnak. Gyereknevelés. Igen, de először van egy válsága a kapcsolatnak, párkapcsolati válság az egyik oldalról, aztán amikor a gyereknevelés problémái, aztán a másik oldalról jön a párkapcsolati válság, és hát aztán amikor vége van az életnek. És hogy hogyan, milyen volt ezt így együtt megélni? Annak a kérdése. És akkor ezek után a nagy kérdés, hogy hogyan tervezik a bemutatót?
Hát nekünk azt kaptuk a színháztól megbízásba, hogy bemutatókészre csináljuk meg az előadást. Mi ezzel foglalkozunk, aztán utána szeretnénk azt, hogy ezt valamilyen szinten karba is kell tartani, hogy ez mit jelent, ezt még nem döntöttük el, hogy nyilván az ember nem szívesen játszik a semminek, tehát nem szívesen, de muszáj lesz. Egyelőre az van, hogy bemutatókészre csináljuk 22-én. Lesz, hogy házi bemutatónk 22-én a kollégáknak. Természetesen. És aztán... Ugyanúgy mi is színészek várjuk, hogy kinyissanak a színházak, mint hogy a néző is, és bízunk benne, hogy nem veszítünk nézőt, bár nagyon sok bizonytalansági tényezőt rak a lelkünkbe ez a fajta pandémia, hogy megint visszatérjek rá, meg a maszk, meg a bizalmatlanság, meg távolságtartás, tehát ez egyfajta szándékolt próbája szerintem vagy az emberiségnek, vagy nekünk is személy szerint, de mindenképpen nem értek azzal én sem egyet, hogy azt kezdjük el bizonyítani az élet különböző szegmensein, területein, szinte mindenhol a társadalomban, hogy mi online tudunk működni. Szóval az, hogy bekényszerítjük magunkat egy dobozba, egy kapszulába, és utána egy dobozt nézünk, meg egy másik dobozt kinyitunk, hogy abból etetnek minket, meg lelkileg etetnek minket. Tehát ez, hogyha e felé halad egy jövő, ezzel nagyon nem értünk mi sem egyet, mert mi azt szeretnénk, hogyha a színház azt tudná mindig is bebizonyítani, hogy a közönség nélkül az nem színház. Tehát az online bemutatók, az fölrakott előadások, azok nem azok, mert van tévéjáték, az egy külön műfaj, az egy megrendezett másik műfaj, az érvényes, de a színházi előadást közönség nélkül egyszerűen nem lehet megélni. És ez, hogy igazából hiányzik a közönség számunkra, elnézést, hogy ilyen hosszúra magam felé fordítottam most a szót, ez ugyanúgy gondolom, hogy a közönség részéről is energiavesztés és egyfajta lelki szomjúság, de a mi részünkről határozottan energia vámpír helyzet, hogy úgy mondjam. Tehát nem könnyű úgy konzerválni egy előadást, készre gyártani, hogy nem tudjuk, hogy mikor találkozik vele a közönség szembe. Hiányzik a közvetlen visszajelzés. Hát maga a színház ezt adja meg, hogy az, aki közönség, ő készül rá már hetek óta, lehet, hogy vesz ruhát, vagy kiveszi a szabadságot, vagy előtte elmegy vacsorázni valahova a párjával, vagy a férjével. Tehát az egy ünnep. Tehát ez egy esemény. És ugye ez a társadalom, társaság, a klub élet, most csak ilyen jelzők jutottak eszembe is, hogyha ezt elveszítjük, akkor kophatnak ezek a kapcsolatok. Hát mivel. Ugye a műfajnak a sajátja, a jelenlevűség, a jelenlévő, a színház az egyetlen művészeti ág, amelyben az ott kell lenni, amikor az születik, az nem lehet azt felvenni, nem lehet rögzíteni, valamit mindig veszít. Próbálkozások vannak, de mindig valamit veszít. Jelen kell lenni, és ez a helyzet ezt függesztette fel, ezt a jelenlétet, hogy nem lehet ott egyszerre. A színház minimál feltétele a játszó és a néző. És egyszerre, egy térben nem lehet a kettő. És ez felfüggesztette, és ez borzasztó, mert tulajdonképpen a létét veszélyezteti. De nem lehet másképp csinálni, mert hogyha már elkezdjük online-ozni, akkor az már a filmhez kezd hasonlítani, de a filmet teljesen más eszköztárral csinálják, más technológiával készül, mint egy színházi előadás. Más egy filmnek az ideje, más egy színháznak az ideje. És nem hiába hajazunk, sose fogja legyőzni a filmet, mert az arra készült. Tehát a színháznak a jelenlevűség is. Ez a probléma, hogy ezt veszi el a jelen pandémia. Bízunk benne, hogy ez a fajta távolságtartás, ami az életben nagyon nagy jelentőséget kapott most, hiszen törvények is előírják a távolságtartást, hogy a színházban is úgy lehetett az utolsó pillanatban nézni előadást, hogy minden harmadik székre lehetett csak ülni, mert kettőt ki kellett hagyni, akkor ha már persze mindenki a vírusról beszél természetesen, mert nem könnyű helyzetek, amik ezzel születtek, hogy a színház, bízom benne, hogy ha majd ennek vége lesz, akkor segít abban, hogy újra közelebb kerülünk egymáshoz, hiszen ez a pandémia helyzet, ez ugyanúgy beköltözött a családok, a kapcsolatok, a házasságok, a nagy család életébe, hiszen távolságtartással óhatatlanul karácsonyoztak emberek egymással, vagy szétszedett családokat a karácsony ablakon keresztül integettünk meg. Tehát ezek nem jó pillanatok az emberiség, az ember életében, mert távolságtartásra
kényszerítenek minket ezek a helyzetek, és törvényileg is, mert az OTP előtt is meg kell adni a 2 métert a sorbaálláskor. De én abban bízom, hogy ez eltűnik egyszer, és a színháznak ebben lesz nagyon nagy szerepe, hogy újra összeboronálja, összefésülje az emberi lelkeket, és hogy merjünk kezet fogni, ne öklözzünk, meg könyököljünk, mert ez egész más jelent, mint a intim térben, hogy kézfogásra beengedem a másik embert, és szervusz, szervusz. Bízom benne, hogy nem butulunk el véglegesen ebben a távolságtartó, könyöklő, meg öklöző helyzetben, hanem megmaradnak, vagy visszajönnek azok a finomságok, amik előtte voltak, és a színháznak ebben lesz nagyon nagy feladata, hogy az eltévejedett lelkeket, elbizonytalanított lelkeket, azokat visszaszoktassuk, és merjen leülni a színházba a másik mellé, idegen ember mellé a székre, és ne kiabáljunk egymástól, hogy vegye fel a maszkot. Tehát én bízom benne, hogy visszajön a közönség, csak ezt akartam mondani. Igen, hát egyre inkább látjuk azt, hogy éhesek vagyunk, tehát a közönség is várja már az előadásokat, és hát láthatjuk azt is, hogy azt nektek színészeknek is sokkal jobb úgy előadni, hogy van közvetlen közönségetek, de addig is, amíg ez nem lehetséges, mi az, amit esetleg üzennél tíme a közönségnek? Hát kitartást, és hogy továbbra is legyenek kíváncsiak ránk, mi azt szeretnénk, hogy ezt az éjséget, ezt majd akarják jól lakással csillapítani, amikor újra nyitunk, és jöjjenek, és találkozzunk. De addig is a színházunk honlapján vannak bővebb információk arról, hogy milyen már korábban játszott előadásokat online, hogyan tekinthetnek meg, és mikor, és meddig. Úgyhogy hát akkor addig valahogy pótolni ezeket az élményeket. Talán legközelebb a Pszichó és az Egri csillagok. Egri csillagok. Előadás lesz látható online. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!